Nos, Brian, túlságosan magára összpontosít. Próbáljon meg másokra is gondolni. Végezzen önkéntes munkát. Ez nem is hülyeség, önkéntes munka. Kösz, Bruce. Még van 13 percünk. Ó, tényleg? Jó, hát láttam, hogy új recepciósa van. És milyen jó kis luvnya. Ő a lányom. Mi lenne, ha ma korábban fejeznénk be? Figyelem, emberek! A sok végkimerülés okozta a munkahelyi haláleset miatt úgy döntöttem, szombaton tartunk egy vállalati pikniket. Te, Derek! Te hogy mennél arra a piknikre? Nem tudom, nincs kocsim. Figyelj, John, neked van egy kabriód, nem? Na, akkor Derek, mehetnél mondjuk Johnnal, nem? Ha? Utoljára mondom, nem vagyok meleg. Azért köszi. Nyugi, meg lesz. Valami erdőben vannak. A kamera folyton mozog. Valami boszorkányt keres, vagy ilyesmi. Nem tudom, nem figyeltem. Semmi sem történik. Még mindig semmi. Valami térkép. Megint a nagy semmi. És vége. Egy csomó néző dühönk, hogy szar volt. De ők csak gyerekek. Igen? Mi a neved? Ricky. Ezek nem gyerekek, törpék. Mocskos, droggyáros törpék. Te jó Isten! Vigyázz, Brian! Szép munka volt, Zöldfű. A csapathoz tartozol. Ilyenkor szokásos zsarú közhely, Brian. Köszönöm, de az igazi hős az Úr, amiért ilyen orral áldott meg. És persze néhány más hasonlóan csodás tartozékkal. Na jól van, leviszem ezt a kokaint a megőrzőbe. Ne, hagyd csak, majd én leviszem. Aztán találkozunk a kocsmában. Hurrá, Fidó a porszívó is hazaért. Szasztok, ez itt Tina. Veled meg mi van? Kevesebb kérdést, és sokkal több, fogd be a pofádat. Attól, hogy te már a fogaidat sem érzed, ez a leány még érzi a sértéseidet. Jó estét, Louis Griffin vagyok. Üdvözlöm mi nálunk. Most mi van, az ott az anyád, vagy kicsoda? Gyere, baby, irány a park. Figyeljetek, teljesen félreértitek, én nem... Na, annyira sajnálom, gyerekek, segítségre szorulok! Most látható igazán, honnan származik. Egy szán alomból. Semmi? Jó, várjatok, akkor inkább azt mondom, sír alomból. Tudnám, mi a faszomat erőlködök itt. Hülye kokos lett, de hamar jól lett. És már is újra köztünk van. Komolyan mondom, Louis, ezzel szerepelhetnél a tévében. Szia, Meg, nagykorú vagy már? Nem. Szasz, Krisz, hogy ityeg? Hát, néha én. Úgy ám! Én is bűnösnek érzem magam, Brian. Ha én nem vagyok, soha nem állsz rá a narkóra. Tudod, Joe, ha valamit megtanultam életem során, az, hogy mind a saját sorsunkért felelünk. Ezért kell most elmenni. Elmenni? Te nem mehetsz el. Muszáj, Peter, magamért. Szeretlek titeket. De valaki mondjon már valamit! Brian, várj! Ó, ne induljon! A reptérre lesz. Nem jön vissza, Lois. Egyszerűen itt hagyott minket. Pedig néha milyen jókat hűltünk. Figyelj, megy! Ó, Istenem! Á, Istenem! Hát még ilyet! Jó estét, én Peter Griffint keresem. Benne van. Mr. Griffin, elégedett ön a nyaralási szokásaival? Igen, és rohadtul unom már, hogy mindig kaja közben hívnak. Kapcsolja nekem a felettesét! Tartsa, kérem! Jaj, imádom ezt a számot! Nyisd ki a szád! Nem ez lenne az első, hogy tönkre teszel egy előadást. Ó, Jézus, ó, Uram! Istenem, tényleg nem láttam! Egyszerűen kiugrott a kocsim elé! 3 óra van! Hol van már Louis? Mondd meg te! Ha 2:15-kor indult el, és 6,2 mérföldes utat tesz meg átlagban 5 mérföld per óra sebességgel, mikorra ér ide?
Attól függ, megáll-e kurvázni. Halló? Mr. Weed? Ma nem bírok dolgozni menni. Repülőgép balesetet szenvedtem. Az egész családom oda veszett, én meg kómában vagyok. Holnap találkozunk. Na, ugye? Peter, a kifogásaid még Stephen Hawkingnál is bénábbak. Szavamra ezt örökbecsben tartom. Figyelj csak, Pubi, elcserélem a labdámat arra az ütőre. Jó! Na, mi a tanulság? Ez tök jó. Nem volt közös programunk, mióta láttuk Mike Tysont leégni. Rendben, Mike, a szó tehát még egyszer. Homeopátia. C. Sajnálom, de helytelen. Na, bozzeg. Végül is örülök, hogy rábeszéltél erre a meccsre. Én is. Tényleg, legyünk benne a tévébe. Dobd le a felsőn és irány a pálya. Peter, én nem veszem le a ruhámat. Na, most már úgyis látták. Peter! Hajrá, Sox! Hajrá! Peter? Nem. Hello, hello, Mr. Weed. Örömmel látom, hogy ilyen hamar felépült. Ja, igen, mert a szerencsétlenség, amiről beszéltem, kiderült, hogy csak kamu. Aha, hazudott. Holnap 9-kor az irodámban. Unom már, hogy Mr. Weed úgy kezel, mint egy lábtörlőt. Úgy kellene bánnia velem, mint egy kéztörlővel, abból a pici illatos fajtából. Nem használok kéztörlőt. Ha azt akarod, hogy tiszteljen, ki kell érdemelned. Ki érdemelni? Nem értem a politikusokat. Mindent bevetettünk a megnyerésükre. Sztárügyvédeket, lobbistákat, szóviccelő koboldokat. Elnézést, van egy kis aprója? Egy ilyen kis aprónak? Talán az a gond, hogy Washingtonban mindenki hülye. Nekünk is egy barmot kéne oda küldenünk, hogy egyeztessen velük. Itt van! De hol találunk itt olyan hülyét, aki ebbe bele is megy? Ja, és ne csak hülye legyen, kövér is! Így van, nagyon jó ötlet, fantasztikus! Várjanak egy kicsit, nem most csináltunk egy dagadt balfaszból ellököt? De bizony igen. Uraim, az új dohánylobbizónk mostantól ő lesz! Diamonds, daisies, snowflakes, bad guy, chestnuts, rainbows, springtime, is that guy, he's tinsel on a tree, he's everything that every guy should be, sable, popcorn, white wine, that guy, game out, Broadway, is that guy, he's mine alone, but luckily for you. Find a guy to love, only one guy to love, and he'll be that guy too, that guy. Köszönöm, Istenem! Igazán nincs mit. Egy pillanat, ez valahogy más. Kagylófejkocsma. Jó estét, urak! Mit szólnának egy meleg lágerhez? S vegyenek hozzá egy zacskó perecet? Vagy egy finom szilva pudingot? Szent szar! Ez egy buzibár! Peter! Egész éjjel rád vártunk. Hol voltál? Én hol voltam? Te hol voltál? Piálni, de én 2-re hazaértem. Jaj, ne! Rendkívüli hír. A kagylófej angolpapot porig égették. Trüssi, teki van a tudósítása. Városunk egy mániákus gyújtogató otthona lenne. Most jött a hír, hogy a rendőrségnek új gyanúsítottja van, úgyhogy kapcsoljuk riporterünket, Maria G-Man... Jimenez. Jól van, én is tudom. Nos, Tom, egyelőre itt vagyunk a gyanúsított házánál. Ez tisztára a helyszínelők. Fogadjunk, hogy úgyis egy dagat részeg lesz benne. Maradj! Ne mozdulj! Ott is van! Kezeket fel, le van tartóztatva! Ne, kíváncsi vagyok, mit csinálnak a barommal! Kezeket fel! Uram Isten, Peter, te voltál! Viszont a dagi nője jó bőr! Na, elég volt! Nos, úgy tűnik, megvan az igazi elkövető. Egy névtelen bejelentőnek köszönhetően. Teljes. Jó. A dagadék ellenkezik! Üssétek már le, hülye disznók! Ott a gumit! Kész! Itt a vége, fiúk! Úgy néz ki, a következő megálló a Mennyország turist lesz. Peter, Nigel vallomást tett, szabadok vagytok. Halljátok, szabadok vagyunk. A feleségeinkre, akik talán nem olyan dögösek, mint a macák a tévében, és nem is olyan szórakoztatók. De hát... Jó, na ebből már nem jövök ki jól, úgyhogy köszönjük.
Készülj, Bonnie! Egy-két hát most! Úristen, tudok járni! Csoda tört! Bocs, apa. Hozd a széket. Szép lövés! Egyenesen a barna medve odúja elé. A következő viszont fejre megy. Jaj, ne, kérlek, kímélj meg! Mi az ördög? York napsütése rossz kedvünk terét! Akarsz versenyezni? Vigyázz, kész rajt! Az nyer, aki először ér oda, ahol a pakisztáni lány beszakadt, miután az állatokba jött a megégett arcával, amit akkor szerzett, amikor a férfi, akihez nem akart hozzámenni, leöntötte kénysabban, győztem! Igen, megszívtad! Megszívtam! A savaslány! Itt a savaslány! Enyém az orrod! Igen, én meg lekaptam az arcod! Elég már, Krisz, ez csak bűvésztrük. Na, hello, találjátok ki, mi vagyok. Talán egy autós pettinparti és egy lyukas gumi kombinációjának eredménye. Én is zászlós lány vagyok. Ó, szuper, gratulálok neked. Fogadjunk, hogy ezt nem tudod. Fogadjunk, hogy igen. Minden foci meccsen fellépünk, szóval ez olyan, mint a pompomozás. Jaj meg, ez csodálatos. Hát nem az, Peter? Ezt figyeld, Stewie. Jól van, Krisz, tartom a villát és emelek egy merőkanállal. Megadom. Szóval zászlós lány. Nagyszerű meg. Igen, az. Végre lesz egy rúd, amit megfoghatsz. Tessék, sószorva az orba. Én a bosot rakom. Ez az, rendőztem! Ez több poén! Itt a király! Igen! Lois, hozd az orvos hiszótárat és keress olyat, hogy villa meg tüdő. Kis odas! Nyomok! Ez bizony egy szarvas lesz. Ez motoros szárnyom. Ssss, ott is van! Milyen kecses. Ilyen a vadászat. Türelmesnek kell lenni. Ez meg mi a tököm? Ne aggódj, Krisz, elintézem! Üdvözöld sátánt a nevemben! Kisfiú, Mrs. Griffin. Sajnos a váltólász hatással volt a koordinációjára. Sajnos ismételnie kell a negyedik osztályt, asszonyom. Az a helyzet, hogy meg kell ismételnie a negyedik osztályt. Az egyetlen módja, hogy megszabaduljon tőlük, ez a sampon és ez a fésű. Gratulálok önnek. Elvégezte a negyedik osztályt. Á, pompás, de most rohanok vadászni megyek a fiammal. Én tudom, mit kell csinálni. Láttam a múltkor az egyik csatornán. Menj el! Más innen! Már is kezdődik a született felesége. Te szent szar, ez elképesztő volt. Én leblokkoltam, te meg úgy elbántál vele, mint egy igazi férfi. Büszke vagyok rád. Krisz, kapcsold már ki, és segíts kitalálni valamit anyáéknak. Na nézd, vásárolunk! Jaj, gyerekek, nektek nem kell semmit vennetek az évfordulónkra, csak apátoknak. Remélem, nem vár megint az utolsó pillanatig vele. Te jó Isten, egy emberi új! Ezt meg hol szerezted? Az eBay-en volt. Amy, lenne kedved meginni egy kávét? Kettőkor végzek. Akkor bocs. Vagyis szuper, ide jövök, érted? Megy ez! Simám! És ki tudja, lehet, hogy még... Tudod? Nem igazán. Közös ülés. Szeretem az állatokat. Aha. Mert olyanok, mint az emberek, csak szőrösebbek. Ja, amúgy ismered az internetet? Tök baró cuccokat lehet onnan szerválni. Persze, ezt a cipőt is a neten vettem. Ott nem állatokon tesztelik. És az állatok sosem háborúznak. A háború az emberiség találmánya. Te meg mi a fenéről beszélsz? Az állatok éjjel-nappal harcolnak. De nem atomfegyverekkel. Isten nem ölni teremtette a részecskéket. Fizetnék. Úgy szeretem a nyár végét. Én is. Végre eltűnnek a turisták, és megint miénk a város. Na persze, csak amíg meg nem jelennek azok az idióták, hogy lássák a levélhullást. A levelesek! Úristen, el kell tűnnünk! Mi lesz a csónakkal?
Csies, mindjárt itt vannak! Már késő! Most nézd ezeket a színeket! Sárga, mint a taxi, narancs, mint a labda a Knicks meccsen, és vörös, mint Mamma Mia paradicsom szósza! Meg barna, mint azok, akiknek nem állok meg a taximmal! Gyönyörű! Le fogunk késni a misére. Menjél már! Rohadt levelesek! Na! Na! Na, na, Peter, nyugodj meg! Elegem van már Lois dükezelő technikáiból, ez nem megoldás! Hogy üthettél meg engem? Én nő vagyok! Hát ebben nem vagyok biztos. Na! Rugdassunk, Lois! Ha, ez már fájt, mi? Mondd meg te! Verünk, Walter! Verünk, Pippi! Mosolj, ez az egész apa hibája! Nem csibázom, már fogdostam! Azért jó, hogy ez végre kijött. De mi ütött belénk? Talán az emberek alapból erőszakosak. Ez nem igaz. Inkább a tévéből merítünk ihletet. Csak erőszak van benne. Ja, a tévé az veszélyes. Mi a fenéért nem szabályozza a kormány, hogy mit nézhetünk és mit nem? És szégyeljék magukat a kertévék a szarjaikért. Nézé, bocs, a kertévékről inkább nem mondjunk semmi rosszat. Miért? Megvágják a költségvetést? Ha, na, hozok egy sört. Mr. Weed, csak szeretném megkérdezni, hogy nem volna-e kedve nálunk vacsorázni? Egész jól ment. És mikor? Hát nem tudom, 7:30-8. Ott a helyem, és mit vigyek? Nos, lenyűgözött. Olyannyira, hogy hétfőtől előléptetem a játékfejlesztés élére. Szent szar! Kösz szépen, Mr. Weed, nem fogja megbánni! Brüller, állj már le, ne égessél itt! Brian, fullagazik a Heimlich manővert, gyorsan! Játékgyáros Jonathan Weedet tegnap este holtan találták egyik alkalmazottja házában, aki azt állítja, idézem, Weednek a torkának ott egy zsömle. A zsömlét letartóztatták és vád alá helyezték. Gyönyörű délutánunk van. Jó uram is így véli? Biza, szép hölgyem, én elébb megyek. Hova tovább veled? Akarnál betekinteni gúnyám rejtett lugasaiba? Hát, persze, ha neked az jó. Mersze akkor! Ezt a pervers picsát! Mablem! Várj meg a Hyundai-nál! Rámozdultál a csajomra? Mi? Nem, ide jött nekem, hogy tegyek egy lukas libát a szoknyája alá, én megmondom, mi a rák! Uram, Isten, tettesd magad halottnak, gömbölyöd győzte! Most mi a bajod, Efel? Nem csíplek, nem vajozom a búrád, és az sem, hogy pattogsz a bulám körül. Többé nem akarlak itt látni. Na, jól van, de a vásáron kívül azért még találkozhatunk, ugye? Tényleg csak a tisztánlátás véget. Ha még egyszer elém kerülsz, megöllek. Jó, így már tiszta. Ahogy látom, új kihívó lépett a csatatérre. Halálos kór uralkodik. Csend. Elnézést. Uramisten, meg fogok halni! Kösz, a sárga Hyundai tulajdonosa azonnal menjen a kocsiját. Mi van? Jöjjön!
Elképesztő volt! Micsoda hős vagy! Tök szép volt, Pater! De azért a kocsival szerencsém volt, nem? Ezt neked, rohagyék! Ah, Peter, ez már nevetséges! Tudom, hogy ki vagy a munkád elvesztése miatt, de két hete a kanapén ülsz! Nem is igaz! Jól mondja, valójában úgy... 13 napja. Attól még csinálhatnál mást is a zabáláson kívül. Na, jól van, na. Brian, menjünk sétálni. És mégis mióta tart ez nálatok? Lois-nak igaza van, kéne valami meló. Akkor talán keres valami olyat, amit élveznél is. Mint például azok a fickók ott. Hol? Ah, igen, na ez már munka. Sós tengeri levegő a szabadban. Így éldegél egy igazi helybéli surmó. Akkor talán megírne egy misét. Az mi, apu? Hát a Merkur, a naphoz legközelebbi bolygó. De hogy mit keres itt a rakparton, arról lövésem sincs, talán meg kéne... Ember vagyok, te balfasz! Ah, igen, ez jól esik. Chris, ne felejtsd el az álla alatt is. Szavamra, Lois, kész rémálom ide lent. Félek, hogy nem tudom megcsinálni az ígért intervallumon belül. Chris, zárd el a slagot egy picit. Figyelem, bejelentenék valamit. Mától elkezdek fogyni, és újra munkába állok. Mert úgy döntöttem, hogy hivatásos halász leszek. Hello, Dori. Még mindig a Griffin munkát csinálom. Szólnál Walternek, hogy nem érek ma már oda az építkezésre? Tényleg? El sem hiszem. Miért, Lois? Volt, hogy én nem tartottam ki melletted? Kifelé a kocsiból! Gyerünk! A sikit, az meghalsz! Kösz a fuvart, hölgyem! Nyugalom, Carol, mindjárt ott vagyunk. Peter, miért álltunk meg? Na, akkor lesz 3 sajtburger. Az ég szerelmére, mindjárt jön a gyerek. Ja, igen, bocs, akkor egy gyerekmenő is, és én... Szerintem eszem egy sült krumplit. Ha kérek sült krumplit, más is eszik belőle, csak mert nem akarom egyedül befalni, nehogy azt higgyétek, hogy haspók vagyok. Nevér, ez a kismama vajudik. Elnézést, én voltam itt előbb. Elzsibbadt a lábam. Na jól, lássuk, mi van itt. Ejha, már kint van a fejed. Semmi vész, felhúzok egy kesztyűt, és már is a világra húzzuk. Ezek nem kesztyűnek tűnnek, inkább használt tűknek. Pedig itt tartom a kesztyűket. Talán az alján lesz. Nem, ezek csak fecskendők. Nem is értem, hogy lehet. Ó, hát akkor ez nem a kesztyűs doboz. Úristen, ki fogja levezetni a szülés? Sivem, csinálj valamit! Mi a legcsodásabb, ami ezzel a családdal történhet? Nyert a Philadelphia. Hamarosan lesz egy kis öcséd. Vagy kis húgod. Egy újabb baba nagyszerű. Szóljatok, a kezdődik a kocsek. Mi? Még egy baba. De hiszen én vagyok a baba. Mi a francért akarnak lecserélni? Orcám csipkedhető, hátsom sima, kacagásom szívmelengető. Na basszus! Kókuszos! Te miket szoktál kapni a srácoktól? Ó, hát a barátom William Herceg például ezt az órát adta, meg ezt a gyémánti arát, és persze egy gyönyörű jogart. Egész biztos, hogy nem látna. Teljesen. Tökéletes biztonságban vagy. Jó. Akkor ő volt a 6-os. Hello! Bocs, hogy zavarok, csak a fiamat keresem. Chris Griffint! Azonosítania kell a rablót, aki betört a boltba. Lehet, hogy látta is. A neve Chris Griffin. Várjon csak, talán fényképem is van róla. Azt hiszem, igen, tessék. Nyugodtan el is teheti, van még belőle vagy 1000 otthon. Amúgy már ki is akartam dobni ezt, mert Chris összefirkálta a hátulját az órarendjével, meg a hülye rejtett félelmeivel. Élőben kapcsoljuk a Rhode Islandi állami fegyházat, ahonnan riporterünk Trüsi Tekivana jelentkezik. Trüsi? Tom, itt állok ennél a szigorított büntetőintézetnél, ahol egy könyörtelen bűnöző épp merész szökést hajt végre. Uram, mik a tervei most, hogy kiszabadult a börtönből? Kinyírom Chris Griffint! Uram, atyám! Így né, ezzel meg is vagyunk! Hát nem maga a gyönyör? A gyúktesók is megirigyelnék. És ennél is az ablakon kell beszállni. És most te! Ja, bocs, ezt nem tekertem le. Tadá, itt a finom menyét sült. Megbolondítottam egy kis körivel. Én is segítettem. De hol van apátok? Jaha! Na, Peter, mi a fenyő?
itt csinálsz? Beilleszkedem. Ne aggódj, nem a mi házunk. Örülök, hogy jól érzed magad, de a pénz itt se a fánterem. Gondoltál már valami állásra? Igen, gondoltam. Meg arra is, hogy előbb-utóbb biztos kirúgnának. Szerinted ez jót tenne a családunknak? Töprengj ezen, amíg iszom valamit. Jézus! Apám, ez tényleg elég nyugis hely. Mondom. Még a telefon se csörgött egész nap. Ja, mondom, mert itt nincs mit... melyik is az a hülye szó tenni? Brian, te részeg vagy csontra. Add ide a kulcsod. Hello! Hello, Mrs. Griffin, csak... Kuslegen! Szóval itt az FBI beszél a házukból. Üdvözlöm! Hogy vannak? Jól, nagyon jól, mi jól, csak... történt valami. Én nem hiszem, hogy komoly, de... a bűnöző, aki a fiát keresi. Szóval lehet, hogy tudja, hol vannak. Hogy? Peter? Az a bűnöző úton van, hogy megölje Kriszt, szólni kell a sheriffnek! Jézusom, már hívom is! Sheriff iroda, végre! Jó estét, Peter Griffin vagyok, és szeretném bejelenteni, hogy egy bűnöző tart a város felé. Megismételni a nevét? Persze, Peter Griffin, G-R-I-F-F-I-N. Egy pillanat, te vagy a sheriff? Várj szívem, épp telefonálok. Ki az? A feleségem. Peter, Chris veszélyben van, csinálj valamit. Aha, most meg vagy Griffin. Ne olyan hevesen, komám. Te ki vagy? Hívd csak TJ Hooker őrmesternek. Sheriff őrmester TJ Hookernek. Ő meg a helyettesem, a Simlis Szende. Rüheltem a TJ Hookert. A Simlis és a Szendét meg nem néztem. De tudom, hogy ment. És most halott vagy! Ha! Bakol mondja, koma! Az egész napot megterveztem. Először főemlősök, aztán lepkeház, utána egy kis vécészünet, nem aztán... Aloéz, nem lehetne külön-külön össze-vissza rohangálni. De! A káosz jó! Tartsi, ha égáló majmok! Nem. Ha nem szisztematikusan haladunk, valami kimarad. Skacok gázmaszkokat! Futás! Ja, értem, ez egész vicces. Egy tutti-frutti partit kérek. Felnőtt oktatás. Franciául az igent úgy mondjuk, oui, oui. Na, ne röhögtess engem! Azt a rohadt! Ez minden tüberrel! Apám, és a nem helyett kaka! Na jó, ebédszünet! Eszem egy igen sültet! Na és meddig lesztek a városban? Semmi társalgás. Peter, gyere már ki onnan! Úgysem hallja. És igazából nem is ő zavar engem, hanem az apád. Próbáltam vele beszélni, de hajthatatlan. Annyira makacs tud lenni, nem is értem anyu, hogy bírja ki. Viszont megígérte, hogy a kölykökről gondoskodik. Na igen, csak hogy ez nem az ő dolga, ők az én kölykeim, és velem is lesznek. Ahogy az apám elhagyott, én úgy fogok kitartani mellettük. Ha kell, még be is perelem az öregedet. Én azt hittem, hogy a kutyák tojást tojnak. Szóval ma is tanultam valamit. Jaj, mi történt? Visszaszerezte! Igen, Joe! De elmenekült. Se baj, a lényeg, hogy a pénz megvan, és Paulnak így lesz. Hol pont? Az volt az a film. Ígyunk Joe-ra, aki segített Paulnak új májat, és vele együtt egy súlyos fertőzést kapni az új élet reményében. Hát ennyire nem értitek. Elmenekült a rabló, hagytam elfutni. Ah!
Nos, nem tudom, hogy mondjam el, Mr. Svensson. Ön deréktől lefelé megbénult. Tudom. Ó, hála az égnek! Basszus, vagy 10 percig csak ott ácsorogtam. Apám! És ezzel Joe Svenssoné az aranyére. Megcsináltad, Joe! Együtt csináltuk! Anyu, nézd akkor a kondit! Exkluzív amatőr felvétel a tragikus balesetemről. Jaj, ne! Egy autó nagy sebességgel felém tart! Mozgássérült lettem! Mr. Griffin, ezt maga sem gondolhatja komolyan, ez láthatóan egy madár ijesztő volt a ruháiban. Nem is igaz! És amikor megállítom, itt maga vezeti az autó. Ez benne a csavar! Kifelé! Ha-ha, beszoktad, béna! Aha, inkább te! Parancsoljon az étlap! Mai ajánlatunk igazság hidegen tálalva egy kis börtönnel! És most kérjen desszertet, mert 10 évig is eltarthat, mire kihozom! És mi van azzal a mosós rablóval? Ironikus, de eltört a gerince, amikor ráugrottam. Akkor úgy tűnik, jövőre egyel több ellenfeled lesz, mi? Nem, meghalt. Király, kiadták a szabimat, boldog szülinapot, Jesszus! 7 tehenészfej, 6 tehenészfej, 5 tehenész! Ne, dobjatok már egy sört! Sajna, Peter, egyikünknek vezetnie is kell, és mivel én már lenyomtam 4 tojáslikört, neked kell bevállalnod. Ez jó poén, Joe, de nincs mindig karácsony. Tudod, még mindig rendőr vagyok, úgyhogy ne itt, hogy nem dugom be a részek pofádat a kótárba! Jaj, ne! Istenem, eltört a lábam! Ha én konyharuha lennék... Játékporoltó! A fenébe, Peter! A pulyka! Uramisten! Brian, jól vagy? Mondtam, hogy tegyünk ki sütit a Mikulásnak. A kanapém! A tévém! Mi a szart csináltál? Én? Melyik barom vesz játéktűzoltót? Mi? Megmondom én! Az, aki törődik annyira a humorral, hogy veszélybe sodorja érte a családját is. Kívánjuk, hogy az ünnep telve legyen minden széppel s jóval. Úgyhogy boldog karácsonyt is! Pam, 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 az elvárásaid elképesztően magasak, soha nem lesz barátnőd, még kompromisszum nélkül, keresed magadnak az igazit. Lois, nem hiszem, hogy alkalmazkodnom kéne, inkább egyedül leszek, míg egy asszony nem ért meg. Ja, és mióta van a kávéfőző fenn a tűzhelyen, mert jó lesne egy nagy adaggal már. Az nem túl friss, de már akartam csinálni, csak elkövettem egy hibát, hogy leültem tévézni, mert megláttam James Garnert. James Garner miben játszik? Nem tudom, egy C-kategóriás film. Ó, oh, az Istenit! Brian! Szevasz, Joe, hogy ityeg? Kösz jól, egy kicsit olyan furán vetted azt a kanyart. Ja, igen, mert pont azt játszottuk a fiúkkal, hogy... belőled ömlik a cucc. Letartóztatlak! Ne már! Kifelé! Valamelyik őtök haza tud vezetni? Hát, majd akkor én. Jó, de előtte gyertek le a kagylóba egy rundúra. Nagyot csalódtam benned.
Emlékszel, mikor egyszer az almalédre azt mondtam, hogy bor? Úgy vélem, te különleges ember vagy. Kösz. De most komolyan, teljesen őszintén. Ez itt az őszintesség pillanata. Tehát te figyelsz te rám, figyelnél rám, mert elmondom neked, hogy én tisztelem. De ha úgy vesszük, ez is egyfajta babysitterkedés, csak nagyobb a pelenka. Aha! Úgy, ahogy gyártanak nagyobb pelenkát! Ez meg arra kényszerít, hogy tanuljam meg használni a WC-t. Az átkozott csésze, a rabszolgái lettetek, az a semmire kellő. Porcelán üst csak lébecolott az emberek ürülékén élősködve, miközben a világon semmit nem tesz a közösségért. Menj el dolgozni! Még nem volt ilyen rossz melóm, vagyis egy. Jó napot, megkóstolja a füstölt virslimet? Nézzenek oda a fiókái, és ezek is hárman vannak, mint a mieink. És ez zsír. Igen, igen, úgy van, azt mondja, pip, 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 pip. Szívem, szerintem most már elég nagyok. És? És egy jó anya tudja, mikor kell a kicsinyeinek elhagyni a fészket. Figyelj, elmehetnek, amikor akarnak. Na! Jó, elengedem őket. Jesszusom, és csak úgy lebegett a nyílt vizen? És annyira hálás volt, amiért megmentettem, hogy meghívott vacsorára. Akkor nem kell főznem. De, főzzél csak, Lois, inkább kidobjuk, de ne lustulj el. Ajjaj! Hé, nem maga az a feka, akit a híradóban láttam? De igen, én vagyok. A 115-ös erősítést kér, lopott járművet fogtam. De ez az én autóm! Ellenállásba ütköztem. Mi? Sérült rendőr! A feladatot úgy hívjuk, az életkör forgása. Szavak használata nélkül kell eljátszanod az életed születéstől a halálig, ahogyan én leírom. Mehet? Feküdj le! Most születsz meg, figyelsz? És törj át a méhlepényen! Buk! Jó, ugrunk az időben. Első nap az iskolában. Egyedül vagy és félsz. De nincs baj, nincs baj. A McDonald'sban eztek. Most rendülj meg, a kiszolgáló megfogta a hamburgert kesztyű nélkül. Jó, újabb ugrás. Üzletember vagy, aki sok embert irányít. Az alkalmazottad lecsúszott egy komoly üzletről, így most mérges vagy. Mérgesebb! Mérgesebb! Forrongsz, izzol, úgy, ez kell! Megint egy ugrás! Öreg ember vagy, a halálos ágyadon. Az egyetlen fiadnak mondod, hogy elfogadod a másságát, és sajnálod, amiért megaláztad őt a lányod esküvőjén azzal, hogy a másik lányodnak hívtad. És ennyi. Na, törpék, észrevétel? Ön a leggyengébb láncem. Viszlát! Szavamra, ez aztán vicces, ez igazán vicc. Magad írod a szövegeidet, igen? Csak mert ez annyira új volt. Ön a leggyengébb láncem, viszlát. Még soha senkitől nem hallottam ezt a poént. Te vagy az első, és azt sem hallottam még, hogy eddig valaki utalt volna arra a vetélkedőre. Pedig tényleg így mondja a nő, igaz, nem? Ön a leggyengébb láncem, viszlát. De kiemelted a környezetéből, és arra használtad, hogy megbánts egy hétköznapi helyzetben. Nem akármilyen okos és fifikás lány lehet. Hogy egymagad elő tudtál jönni egy ilyen viccel. Ráadásul napra kész. Te mondd, valamilyen titanikus poénod nincs, amit még itt frissessége csúcsán elsüthetnél nekünk? Mert meghallgatnám. Stewie, gyere le, mielőtt megütöd magad! Kussolj, nem vagy az anyám! Jézusom, jól vagy? Pazarul, miért kérded? Mennyei! Komolyan fontolóra veszem, hogy vásároljak belőle. Mit kínálnak itt, megkóstolhatom? Kolbászan, én vesz belőle szamuráj testvéreknek. Uram, nem kell mindig a sor végére mennie. Vehet, amennyi jól esik. Ingyen van. Te miről beszélni? Na basszus. Majd én beszélek. 65-tel ment, uram. Az 10 mérfölddel több, mint... Miért fogja a csecsemő kezét? A világhálón keresett rám, hogy cukorkák és vicces történetek ígéretével elcsábított. Hallott már ipari erősségű ragasztóról? Ami azt illeti, igen. Kezdek félni. Helyes! Fogadd be a félelmet! Táncolj velem! Táncold az élet táncát!
Inkább hívd azt a tanácsadót. Lehetünk a kiszre! The noise! Tessék! Nem találom sehol a kedvenc alsógatyámat. Aminek a jobb segge kiszakadt, mert véletlenül ráléptél a repülőgép mosdójában a szapora után? Nem, amelyiknek a bal segge szakadt ki, mikor két órán át bent tartottam a fingomat az Isten tisztelet alatt, mert úgy gondoltam, hogy a kiengedése megsérteni Jézust, és mikor kitoltam, olyan hangja volt, mint Louis Armstrong trombitájának. Ja, alsó fiók. Lois, felesküdtem, hogy szeretni foglak, ezért a haragomat a saját testemen töltöm ki, együnk valamit. Hallod? Fogadunk, hogy merek két kerekezni? Hát nem biztos, hogy jó ötlet, de fogadjunk. Mérgező hulladék. Ez állat volt! Gyertek, valami bejött a kertbe! Pont olyan, mint egy tartálykocsi. Azt a... Vajon mi lehet benne? Lehet, hogy cukor! Chris, ne! Ne, Lois! Olyan boldog! Új, mi ez a moslék? Valami nukleáris hulladék. Ti nem imelyektek már is egy kicsit? Mi az, fikuszom van? Most nézem, csak a koponyám a duplájára nőtt. Mennyei gyönyör! Ez a löcs telekinetikus képességekkel ruházott fel. Ne! Tudok tüzet csinálni. Te, Krisz, gyere ide gyorsan. Ezen beszarnak. Na figyelj, háromra. Egy, kettő, három. Még egyszer. Figyeljetek ide! Valami igen furcsa dolog történt velünk. A nukleáris hulladéktól természetfeletti erőt kaptunk, ami egy égi adomány. És legyen az Krisz tűzgyújtó képessége, Stewie telekinézise, Brian szupergyorsasága... Kérdezd meg, hogy van a királynő? Hogy van a király... Jól van. Peter alakváltásai. Édes és Lloyd, egy törp vagyok. Az én szupererőm! Vagy meg elképesztő, körömnövesztő képessége. Mindenképp felelősséggel kell használnunk azt, és nem a saját előnyünkre. Besétáltam a konyhába, és helyet foglaltam. Grimaszolva pillantottam a Lois által elém rakott förmedvényre. Bár nem mondtam neki, mennyire kiábrándító a főztje, de a szíveméjén tudta. Lois mindig tele volt élettel és energiával, de mostanában kezdtem észrevenni, ahogy öregszik. Az okos, ragyogó szemek, melyekbe egykor beleszerettem, fakóvá és közömbössé váltak a fárasztó és kimerítő élet eredmény. Pár órával később Kábultan ébredtem.